Játékautók. Miután a játékautók városában bevezették a Crest, szerencsére mindenki be is tartotta. Minden autó odafigyelt, hogy a Crest szerint közlekedjen, így aztán nem is volt baleset. De ahogy az ilyenkor lenni szokott, a játékautók városában mindig történik valami galiba. Most például ez a piros autó borzolja a kedélyeket, mert hogy fogja magát, és nézd mit csinál. Ó ne, hiszen átmegy a piroson. A rendőrautó próbálja üldözni a nagyon gyors piros autót. Zajlik az üldözés keresztül a városon. Már épp elkapták volna, de ne, a piros autónak nyoma veszett, hiszen nincs sehol. Semmi gond, srácok. Majd legközelebb elkapjuk. Persze, nem kellett sokat várni, hogy a piros autó újra galibát okozzon. Ugyanis jött, és nem állt meg a stopptáblánál, miközben érkezett a kukás autó is, akinek fékeznie kellett. Próbálta ő, akármennyire is tudta, hogy elkerülje a fékezést. És miközben fölborult, egy másik autó jött mögötte, és az is neki ment, az is fölborult. Hatalmas a baj, kérem szépen, már jön is a rendőrség. Küldjetek egy mentőt, nagy a baj, én pedig megpróbálom elkapni a piros autót. De a piros autót most sem sikerült elkapni, helyette megint csak egy sárga állt a parkolóban. Mert a piros autónak volt egy trükkje. Mert a rendőrök nem tudták, hogy amikor a piros autót üldözik és igazán szorult helyzetbe kerül, akkor van egy nagyon ügyes trükkje. Fogja magát és belemegy ebbe a medencébe. Nézd, belemegy a piros autó, belerepül és... Hoppá! Hiszen ez az autó már is sárga. A rendőrök kereshetik a piros autót, amikor a sárga megy tovább. Így aztán nem találják meg. A piros autó sárga színben vígan jött ment a városban, hiszen senki nem gondolta volna, hogy ő volt az, aki a galibákat okozta. Igen ám, de egyszer csak elkezdett esni az eső. Ó ne! Az esőtől átváltozott ismét pirossá. Így már el tudják kapni a rendőrök. Piros autó, nagyon sok galibát okoztál. Ezért most megbüntetünk. A piros autó megígérte, hogy soha többé nem fog ilyet csinálni. A rendőrök megbüntették, na persze nem nagyon. És innentől kezdve a piros autó is, vagy éppen sárga, a játékautók városában fog lakni. De mégis, hogyan lehetséges, hogy változtatja a színét? Nagyon egyszerű! Egy különleges festékkel van befestve. Amikor hideg van, piros az autó. És amikor elkezdték üldözni, beleugrott a medencébe, amiben meleg víz volt, ettől kisárgult. Így már mehetett tovább sárga autóként. De amikor jött az eső, és a hideg eső ráesett az autóra, ismét bepirosodott. Attól függően változik az autó színe, hogy milyen az időjárás, hideg vízbe vagy meleg vízbe kerül. Ez nagyon szuper! Remélem tetszett a mese, legközelebb más játékokat is kipróbálunk. Játékautók.
Szia! Ebben a részben a játékautók városa ismét egy szuper járgánnyal bővül. Méghozzá egy... rendőrkamionnal! Nem is akármilyen rendőrkamionnal, mert ez a rendőrkamion... átalakítható! Bárhol, bármikor! Rendőrállomássá! Nézzünk bele! Nézd csak, itt kinyílik! Wow! Egy csomó mindent kaptunk hozzá! Ez nagyon szuper! Ki se bírom venni! Valami már most szirénázik. Na ez mi lehet? Majd kiderül. A teteje is lenyílik. Így lehet átalakítani. Rakjuk össze! Hihi, ez a legjobb mobil rendőrállomás, amit valaha életemben láttam. Minden van benne, nézzük meg! Van benne börtön. Itt vannak a hangszórók. Egy lift, amit természetesen ki fogunk próbálni. Egy helikopter leszálló a magasban. Csúszda. Parkoló. Itt a börtön teteje. Még egy parkoló. És még sok-sok minden. Próbáljuk ki. Amikor a rendőrautó megérkezik, a lifttel felmegy a toronyba. Emeljük meg. Innen mindent lát. De ami a legjobb, hogy amikor fölér, akkor le tud gurulni a csúszdán. Pont így. Ez tök jó. Nézzük meg még egyszer. Amikor pedig a rendőrautóhoz egy bűnöző autót, aki valami rosszat csinált, akkor be tudja kísérni oda, az autóbörtönbe. Oda kerülnek a rossz kis autók. Amikor pedig letöltötte a büntetését, akkor ki lehet engedni. És már száguldhat is tovább. Amikor pedig megérkezik a rendőrségi helikopter, akkor a legnagyobb szélben is le tud szállni, pont ide. A rendőrállomás tetejére. Hogyha pedig a rendőrállomás végzett a dolgával, akkor már csak össze kell pakolni, és indulhat is a kamion. A rendőrautó és a rendőrhelikopter pedig itt is tud utazni a rendőrkamionon. Útra kész, indulás! Remélem tetszett a mese, legközelebb más játékokat is kipróbálunk majd.
Játékautók. Szia! Te is tudod, hogy a játékautók városában nagyon-nagyon sokféle épület van, hiszen a játékautók városa óriási. Mindegyikre emlékszel? Ebben a részben pedig megnézzünk egy másik rendőrállomást. Wow, ez nagyon szuper! Van benne garázs, van benne börtön, van benne beálló a rendőrautóknak fönt is, és igaz, alig látszik a képen, de itt van még egy helikopter leszálló is. Nézzük meg közelebbről! A rendőrállomás garázsa fölött ki van írva, hogy rendőrség, és ugyanez angolul, vagyis police. A kis Porsche rendőrautónk pedig itt tud megérkezni. Természetesen itt is van közlekedési lámpa, hiszen a kressz a rendőröknek is nagyon fontos, és amikor nem megy a villogó az autó tetején, és nem hallatszik a sziréna, akkor nekik is be kell tartani a kresszt. Gyere kis Porsche rendőrautó, mutasd meg, milyen szuper ez a rendőrállomás! Amikor megérkezett a Porsche, sok helyre mehet. Ha egész egyszerűen csak az eső elől akar elhúzódni, akkor beállhat. Ide is! De jöhet tovább! Beállhat ebbe az óriási nagy garázsba. Próbáljuk ki, hogy működik. Nézd! Itt egy gomb! Nyomjuk meg! Ez nagyon szuper! Nyissuk ki! Megvan! A kis Porsche autó simán befér. De lefogadom, hogy a nagyobb rendőrautók is beférnek. Próbáljuk ki! És igen, egy nagy rendőrautó már biztosan befért. De lefogadom, hogy odafér mellé még egy. Szuper! Két rendőrautó is befért az óriás garázsba. Gyerünk kis Porsche, menjünk tovább! Ez a tábla itt, elsőbségadás kötelező tábla. Azt jelenti, hogy ha valaki más is jön, nekünk meg kell állni és el kell engedni. És van még itt még egy rendőrlámpa. Gyerünk, menjünk föl a felső szintre! Wow! Fönt is van, nézzük meg! Ez nagyon szuper! Ilyen magasról bárhová el lehet látni. És az autóval ide is be lehet állni. Próbáljuk ki! Tolasd be kis Porsche! A kis Porsche rendőrautó itt is tud pihenni. De mögött az épület mögött van egy billenő. Nézzük meg mi az! A billenő a helikopter leszálló alatt van. Pont itt! Nézzük meg, mi történik, ha megnyomom. Nem nyomni kell, hanem emelni. Aszta! Láttad? Kijött a kis Porsche. Nézzük meg még egyszer. Megnyomom a billenőt, és... Szuper! Kijön az autó! Ha pedig már kijött, akkor le is tud gurulni. Egészen a rendőrállomás aljára. Hogy hogyan? Próbáljuk ki. Nézzük meg! Lent van! Én biztos egész nap itt csúszdáznék. Ez nagyon szuper! De van még egy klassz dolog ebbe a rendőrállomásba. Méghozzá a börtön, ahová a rossz autókat be lehet zárni. Nézzük meg hogyan! A börtön bejárata a rendőrállomás mögött van. Látod? Ott állnak bent a rendőrautók. Nyissuk ki! Ez egy nagyon szuper börtön! Zárjuk be próbából a piros Audit! A piros Audi bemegy a börtönbe. Nem nagyon szeretne, mindig kigurul. És bent is van! Nézzük meg előről is! Látod? Ott van bent a piros autó! Ez nagyon szuper!
Remélem tetszett ez a rendőrállomás. Még sokat fogsz vele találkozni a játékautók városában. Játékautók. Szia! Ebben a mesében lesz egy rendőrautó, egy teherautó, egy munkagép és egy traktor. Gyere, nézzük meg! A piros traktornak nagyon fontos dolga van. El kell szállítania a kavicsokat. Siess, traktor, már nagyon várnak. A traktor csak úgy rohan, hiszen tudja, hogy nagyon várják a kavicsokat. Ó, ne, vigyázz, traktor! Szegény traktor túl gyorsan ment a kanyarban, és kiestek a kavicsok, amikor fölborult. Ajaj, most mi lesz? Szerencsére már úton a rendőrség, jönnek a baleset helyszínére. Haló, központ, központ, jelentkezz! Egy traktor felborult, benne a kavicsokkal, vége! Szükségünk lesz első körben egy munkagépre, ami összeszedi a kavicsokat, vége! Küldik is a munkagépet, ami majd összeszedi a kavicsokat. Wow! Egy klassz munkagép! Igazi jó kis emelővel, amivel bármit meg tud emelni. A munkagép összeszedi a kiborult kavicsokat, azonban valamibe bele is kell tenni. Már úton van egy teherautó. Megérkezett, jó nagy a platója, oda simán bele lehet majd tenni a kavicsokat. Rá is tolat az első kavicsra. Kavicsokat a teherautó elszállítja. De még mindig ott van a traktor. Mi legyen vele? Emeljük meg a daruval! Ha a daru beleakasztja a kampóját, talán vissza tudja borítani. Sikerült! Reméljük a traktor ezen túl jobban fog vigyázni. De hál' Istennek újra roboghat tovább! Játékautók. A játékautók városában lakókra a játékautók rendőrsége vigyáz. Ha fúj a szél, vagy ha esik az eső, vagy netán hóvihar van,
A játékautók rendőrei akkor is mindig ott vannak, és mindig segítenek, ha baj van. Nehéz feladat ám ez, és nagyon-nagyon sok idő. Így aztán nagyon boldogok voltak, amikor csatlakozott hozzájuk. Még egy autó! Wow! Hiszen ez nem akármilyen rendőrautó, ez egy Porsche! A Porsche rendőrautó pedig nagyon-nagyon gyors. Szerintem a bűnözőket ilyen gyors autóval nagyon könnyedén el lehet ám kapni. Azonban nem így gondolta ezt a két rendőrautó, hiszen ők egy nagy rendőrautót vártak, és küldtek helyette egy kicsit. Ő szerintük ez a rendőrautó túl kicsi ahhoz, hogy nagy bűnözőket kapjon el, hiszen a rendőrautók a játékautóvárosában nagyobbak, mint a kis autók. Így aztán egy ilyen kis autóval, hát nem biztos, hogy el lehet majd kapni a bűnözőket. No de majd kiderül. Egy sima hétköznap délután az egyik rendőrautó a forgalmat figyelte a városban. A másik rendőrautó a garázsban pihent. Míg az új kis rendőrautó pedig az új rendőrállomással ismerkedett, hiszen ő most költözött be a játékautók városába. Azon gondolkodott, hogy vajon a többiek csúnyán néznek-e rá, hogyha kipróbálja ezt a szuper csúszdát. De nagy volt a kísértés, így aztán le is csúszott. Persze, senki nem bánta ezt, hiszen mind a két rendőrautó nagyon szeretett csúszdázni a rendőrcsúszdán szabad idejében. Szóval a rendőrök azt hitték, hogy semmi nem történhet ezen a nagyon kellemes kis délutánon, amikor egyszer csak megjelent az úton a bolond piros autó! Még a szeme sem áll jól ennek az autónak, és tutaj rosszat fog csinálni. A piros autó vadul szágoldott a városban. Csak idő kérdése, hogy ebből mikor lesz baj. A baj pedig nem váratott sokat magára, mert a piros autó megérkezett a piros lámpához, amin nem szabad átmenni. A piros autó őrületes tempóval érkezett a lámpa felé. Ó ne! Nem elég, hogy átment a piroson, de még a lámpát is fellökte. A rendőrségnek sem kellett több. Azonnal akcióba lendültek. Figyelem, figyelem, rendőrállomás. A piros autó átment a piroson, és még az oszlopot is kidöntötte. El kell kapnunk, de a kis rendőrautó, az új kicsi rendőrautó ne jöjjön. Ő ez még túl kicsi. Mindenki más, azonnal induljon segíteni. Én is utána indulok. Így aztán a másik rendőrautó is azonnal elindult. Kapjuk el! Szegény kis Porsche rendőrautó nagyon szomorú volt. Azt mondták rá, hogy kicsi, és hogy ő úgyse tudná elkapni, így aztán ő nem mehetett. Bánatosan bement a garázsba. Nehéz lesz így bizonyítania. Nagyon szomorú volt, hiszen nagyon szeretett bűnözőket üldözni. Ez volt az élete, ez volt a munkája, de mégsem hagyják neki a nagyok. Természetesen a játékautók rendőreinek nem kellett sok idő, hogy elkapják a kis piros autót. Kis piros autó, nem szép dolog, amit csináltál, ezért most megbüntetünk. A kis piros autót bekísérték a rendőrőrsre. Ahol bezárták a dutyiba. De hát, ha valaki átmegy a piroson, és még a lámpát is kidönti, az ne csodálkozzon, hogy a dutyiban találja magát. A rendőrautók pedig visszamentek, hogy ismét a helyére tegyék a feldöntött közlekedési lámpát. Piros! Sárga! Zöld! Szuper!
Amikor pedig már majdnem az őrsnél voltak, mit láttak? Ó ne! Kiszabadult a bolond piros autó, és lelép! A rendőröknek se kellett több. Kapjuk el! Viszont a kis autó maradjon itt! Vigyázzon az őrsre! Tolkik ilyenhez! Mi pedig elkapjuk! Ott áll a... Szegény kis rendőrautó megint nem mehetett az üldözésre. Nagyon-nagyon szomorú volt. Közben azon gondolkodott, vajon hogy tudott a bolond piros autó kiszabadulni az őrsről. De hát mindegy is, neki sajnos vissza kell kullognia az őrsre. A másik két rendőrautó vadul üldözte a kis piros autót. Már majdnem utolérték, amikor a bolond piros autó megérkezett a híthoz, és átiszkolt rajta. Nagy bajban voltak a rendőrautók, ugyanis túl nagyok voltak, így nem férnek át a hídon. A kis piros autónak ez nem okozott problémát. Bajban, mi túl nagyok vagyunk, nem férünk át a hídon, az a bolond piros autó gond nélkül átment. Most mit évők legyünk? Hát persze, szóljunk, a kis rendőrautónak a Porsche biztosan át tud menni. Amikor a kis rendőrautó meghallotta, hogy neki kell mennie, nagyon megörült, egy másodpercet sem várt, már is indult, sőt, mi az, hogy indult, kaparókerékkel elszáguldott. De jó, hogy itt vagy, mi nem tudunk átmenni a hídon, mert nem férünk át, viszont a piros autó átment, úgyhogy neked kell utána menni. A Porsche kis rendőrautó nagyon boldog volt, már is száguldott a piros autó után. Mivel a kis Porsche rendőrautó villámgyors volt, ezért nem tellett neki sok időbe, amíg elkapta a piros autót, és már vitte is vissza az őrsre. Meghozta. A többi rendőrautó pedig nagyon-nagyon örült ennek. És a nagy rendőrautók rájöttek, hogy nem szabad kizárni a kis rendőrautót azért, mert ő picike, attól még ugyanolyan ügyes. Így aztán innentől minden riasztásra együtt mentek boldogan, és innentől már három rendőrautó vigyázza a játékautók városát. Remélem tetszett a mese, a kis Porsche rendőrautó ezentúl a játékautók városában fog lakni. Mi pedig legközelebb más játékokat is kipróbálunk. Játékautók. Szia! A játékautók városának kellemes nyugalmát! Valami megzavarta a mai napon. Egy őrületesen gyors versenyautó borzolja a kedélyeket, és nem hagyja nyugodtan a városlakókat. Félelmetes tempóban száguld. Csak úgy izzik a motorja. Vajon mennyivel mehet? A trafipaxos rendőrautó meg tudja mondani. Emlékszel a trafipaxos rendőrautóra? Van róla egy másik mese is. Most azonban ő fog nekünk segíteni. Ezzel a trafipaxsal itt. Na nézzük, mennyivel száguld a versenyautó. Te jó ég! 180 km/h ment a városban. Ez... bődületesen sok! Még városon kívül sem szabad ennyivel menni. A trafipaxos rendőrautó szól a többi rendőrautónak, hogy kapják el. Az ilyen száguldozásból könnyen baj lehet, ezért már jönnek is a rendőrök.
A versenyautó próbál menekülni, de a rendőr a nyomában. Egy helikopter is figyeli őket a magasból. A rendőrautó mellé ért, és meglöki. Fölborította, de szerencsére a talpára érkezett. Jól összetörte az oldalát, így már nem tud tovább menni. A rendőr ügyes volt, hogy elkapta, és megállította a versenyautót. Nem sokára mehet a börtönbe. Előtte azonban irány az autószerelő műhely, és javítsuk ki ezt a csúnya horpadást. A törött versenyautó feláll az emelőre. Csúnya sérülés. De nem kellett volna száguldozni. Emeljük meg. Kezdődött a szerelés. És újra olyan szép, mint régen. Most azonban a versenyautónak büntetés jár. Mehet a dutyiba. Mindjárt megérkeznek az autóbörtönhöz. Az autóbörtönből nem lehet megszökni. Ugyanis kódzár védi, hogy ne lehessen kinyitni, miután betettük a bűnözőt. Nyissuk le! Befelé, itt aztán gondolkodhatsz, hogy miért száguldoztál a városban. Bezárjuk. Eltekerjük. És így már nem lehet kinyitni. Akarod tudni a kódot? Neked szívesen elmondom. De nem mondhatod el senkinek. A kód. 2-2. Így már kinyílik. Szuper! Mi azonban most bezárjuk. És a kódot csak én tudom, meg te, meg a rendőr. Te mi senkinek nem mondjuk el. Szuper! Újra béke van játékautók városában. Mindenki mehet a dolgára. A trafipaxos rendőrautó és a sima rendőrautó épp arról beszélgettek, hogy lassan ki kéne engedni a versenyautót a börtönből, hiszen biztos már megbánta azt, amit tett, amikor hirtelen valami furcsa zajra lettek figyelmesek. A börtönből jön! Mi lehet ez? Ó ne! Kirobbant az oldala! És már menekül is! A versenyautó! De hiszen valahogy kirobbantotta az autó börtön oldalát. És meg tudott szökni. Erre senki nem számított. Gyerünk! Újra el kell kapni! A versenyautót újra üldözőbe vették. Újra oldalba lökték. És megint meg kellett csinálni az ajtaját, ami összetört. Javítsuk meg a börtönt is. Nyissuk ki a kóddal. Emlékszel még? 2-2. Nyílik. Befele a dutyiba.
ismét bezárjuk. Így már nem lehet kinyitni. Azonban ez egy nagyon komisz versenyautó, ezért a rendőr itt marad, és őrizni fogja egészen addig, amíg rá nem jön a versenyautó, hogy nagy hülyeséget csinált. Remélem tetszett a mese. Ha igen, akkor nézd meg a másik Trafipaxos rendőrautós mesét is. Iratkozz fel a csatornára, és lájkold a videót. Találkozunk egy következő mesében. Szia! Játékautók. A játékautók városába folyamatosan érkeznek az új lakók, így aztán nem is csoda, hogy már alig férnek el. És elég sok a baleset is, hiszen mindenki szalad, siet, rohan és játszik. Viszont ez így nem mehet tovább, valamit ki kell találni. Be kell vezetni itt is a Crest, pont úgy, ahogy az igazi autóknál van. Nézd, itt is jön két autó, és tudja, hogy nem fognak megállni. Ne, össze is ütköztek, megvan a baleset, tuti, hogy jön a rendőrség is. Ez így nem mehet tovább. Mindenképpen kell megoldás. Tarts velem, és segíts megtanítani a játékautóknak, hogy hogyan kell a Crest szerint közlekedni. Megmutatjuk a táblákat, megmutatjuk a jelzőlámpát, és a mese végére már biztos, hogy nem lesz több baleset. Az első ilyen a közlekedési lámpa, ami, hogyha piros, akkor mindig meg kell állni, mert addig a többiek haladnak a másik úton. És ha zöldre vált, mehetünk. De nem csak közlekedési lámpák vannak a Crestben, hanem útjelző táblák is. Mint ez itt, vagyis azt jelenti, hogy elsőbséget kell adni. Tehát, ha jövünk az autóval, szét kell nézni. És ha jön valami, meg kell várni, amíg elmegy. Ha pedig elment, mi is mehetünk tovább. De ennél a táblánál csak akkor kell megállni, ha jön valami. Ha semmi nem jön, akkor simán mehetünk. Na ez a tábla viszont egészen más. Felismered? Ez egy stop tábla. Azt jelenti, hogy mindenképpen meg kell állnunk, mert ez egy nagyon veszélyes kereszteződés. És akár jön valami, akár nem, meg kell állni, szétnézni, és ha látjuk, hogy nem jön semmi, akkor viszont mehetünk. Vagyis a stop táblánál mindig meg kell állni. A rendőrök a játékautók városában is mindig figyelik, hogy mindenki tartsa be a Crest szabályokat. Például ez egy 50-es tábla, az 50-es tábla pedig azt jelenti, hogy nem szabad 50-nél többel menni. Láttad ezt? Valaki sokkal többel ment, mint 50. A rendőr már is a nyomába ered. Nem sokkal később utol is éri, hát persze, ki lett volna az, aki száguldozik, ha nem drift. Ezért most meg is fogják büntetni, mert az 50-es táblánál csak 50-nel szabad menni. Vannak olyan helyek is, ahol nem szabad megállni az autóval az útszélén, mert akkor a többiek nem tudnak elmenni. Az ilyen helyeket jelzi ez a tábla, azt jelenti, hogy megállni tilos. Ha jövünk az autóval, nem állhatunk meg, hiszen nem férnek el tőlünk a többiek, nem tudnak haladni. És ha mégis megállunk, akkor megint csak jön a rendőrség. Itt a rendőrség. Kérem, haladjon tovább az autójával. Itt nem lehet megállni, mert akadályozza a forgalmat. Meg fogom büntetni. Ajjaj, ilyenkor aztán jobb tovább menni, mielőtt megbüntet minket a rendőr. És persze vannak olyan helyek is, ahol meg szabad állni. Ilyen a parkoló. A parkoló tábla jelzi, hogy itt le lehet parkolni az autóval. Egy P betű van rajta. P, mint parkolás. Itt is lehet látni a P betűket, ahová begurulhatnak az autók, és nyugodtan megállhatnak. Csak az a baj, hogy az ilyen helyekből nagyon kevés van, és általában mindig nagyon tele vannak. Így aztán mindig keresnünk kell a parkolót. Ajjaj, hova parkoljon szegény királylány autó? Megy egy kört, és hát bízik benne,
hogy talál még parkolóhelyet, ha nem, akkor viszont messzebb kell megállnia. Amikor megyünk az úton, gyakran előfordul, hogy utolérünk valakit, aki lassabb, mint mi, mert mondjuk ez egy pick-up, ez pedig egy sportkocsi. Ilyenkor a sportkocsi fogja és megelőzi a pick-upot. Persze akkor, ha nem jön szembe senki, és már robog is tovább. Viszont ha jönnek szembe, akkor nem szabad előzni, mert neki megyünk a szembejövőnek. És akkor sem szabad előzni, ha ilyen tábla van kint, mert ez a tábla azt jelenti, hogy nem szabad megelőzni a másik autót, különben már is jön utánunk a rendőrség. Megelőzte, indul a rendőrautó. Na, és azt kitalálod, hogy mit jelent ez a tábla? Azt, hogy hiába van út, arra nem szabad bekanyarodni. Ha jövünk, és erre szeretnénk menni, sajna, nem tehetjük meg. Csak egyenesen mehetünk tovább. És van egy ilyen tábla is, ami pedig azt jelenti, hogy behajtani tilos. Szóval, ha jövünk az autóval, nem mehetünk be arra, csak erre kanyarodhatunk, vagy pedig erre. Ha mindenképpen az utcában van dolgunk, akkor meg kell kerülni, és az utca másik végéről tudunk bemenni. Innen! Úgy tűnik, hogy a játékautók megtanulták a kreszt, most már mindent tudnak, innentől már nem lehet több baleset. Csak a rendőrautó dolga, hogy be is tartsák a játékautók a szabályokat, úgy, ahogy kell. Remélem tetszett a mese, legközelebb más játékokat is kipróbálunk. Játékautók. Szia! Látod ezt a klassz rendőrállomást? Rengeteg minden van rajta. Egy helikopter leszálló, egy autószerelő műhely, és még sok-sok minden. Például, oda néz, egy autólift. Ezeket most mind-mind ki fogjuk próbálni. De még kell hozzá valami. Na, rendőrautók! És nem csak rendőrautó, hanem egy rendőrségi helikopter. Ó, ennek a rendőrautónak szerelésre van szüksége, ezért beszól a központba. Háló központ, jelentkezz! Háló központ, jelentkezz! Itt a rendőrállomás, mi a probléma? Azonnal szerelésre van szükségem. Semmi gond, már is jöjjön be az állomásra, és segítünk. Köszönöm, most indulok, vége! Így aztán el is indul be az állomásra, ahol majd meg tudják szerelni. Itt a rendőrautó. Kérem, nyissák fel a sorompót. Vége. Már is nyitjuk a sorompót. Köszöntjük a rendőrállomáson. Hajtson beljebb. Az autó begurul a szerelőállomáshoz. Rátolat. Ezen a részen pedig meg kell emelni, hogy a szerelők alulról is hozzáférjenek. Innen tudják majd szerelni. Miután pedig mindent megcsináltak rajta, az autót újra leengedik, és mehet tovább az útjára. De nézzük, mi minden van még ezen a klassz rendőrállomáson. Például itt van egy garázskapu. Szerinted föl lehet nyitni? Biztos, hogy föl lehet nyitni. Vajon van benne autó? Nézzük meg! Nyílik a garázskapu. És igen, ott egy autó, méghozzá egy rendőrautó. A rendőrautó kijön a garázsból, és ha akar, akkor fel is tud menni a rendőrállomás emeletére. Ide, ide, vagy épp ide, attól függően, hogy hol van dolga. Tudod, hogy hol tud fölmenni? Itt, ezen a részen, mert ez egy valóságos autólift, amit ki is próbálunk. Az autólift bármelyik emeletre föl tudja vinni. Ide, ide, vagy akár ide is az autót. Nézzük meg, hogy működik. Először is rá kell állni a liftre. Ha pedig megvagyunk, akkor már mehet föl a lift.
Rögtön a második szintre érkezett az autó. Be is hajt. Felhozta a lift a második szintre. Innen sok fele tovább tud menni. Például fogja magát, és le tud itt is gurulni. Rá tud menni akár még a rámpára is. De közvetlenül le is jöhet. Vigyázat, legurulunk. Ráállt a szerelő rámpára. A szerelő rámpa után pedig ő is le tud gurulni. Jöhet erre is, mehet arra hátrafele. Vagy azt mondja, hogy inkább a sorompó irányába indul meg. A kérdés, hogy kinyitják-e neki. Haló, központ! Ki szeretnék hajtani a rendőrállomásról? Kérem, nyissák fel a sorompót! Már is nyitjuk, rendőrautó! További jó utat kívánunk! Hű, tudod, mit nem néztünk még meg a rendőrállomáson? Ezt a nagyon klassz helikoptert! A rendőrségi helikopter egy nagyon hasznos dolog. Fogja magát, fölrepül, jön, megy a város fölött, és messziről a magasból rögtön kiszúrja a bűnözőket, gonosztevőket, így aztán nagyon könnyű őket elkapni. Ha pedig végzett a dolgával, csak visszarepül ide, a rendőrállomás tetejére. Akár még odáig is föl lehet menni ezzel a nagyon klassz lifttel, vagy éppen erre a szintre. Próbáljuk ki, hozzuk a rendőrautót, és menjünk fel a lifttel a magasba. Most a fehér autó fog ráállni a liftre, hiszen neki van dolga, jó magasan, nem az 1, 2, hanem a harmadik szintig kell fölmennie. A lift pedig indul, és szállítja őt. Úramisten, de magas! Mehet az autó! Innen is jól látjuk, fölment, és akár még ide is át tud jönni, hogyha éppen dolga van. Amikor pedig végzett, semmi más nem kell tennie, mint fogja magát, és visszatolat a liftre. A lift pedig egész egyszerűen engedi is le az autót. Megvan! Mehet tovább! Ilyen, és még ennél klasszabb dolgokat is meg lehet csinálni ezzel a rendőrállomással. Remélem, hogy tetszett a videó. Legközelebb más játékokat is kipróbálunk. Addig is, szia! Játékautók. Egy nagyon klassz tavaszi délutánon a játékautók városában összegyűltek a sportautók, hogy egy nagyot száguldozzanak. Minden sportkocsi eljött, aki csak létezik. Volt itt piros kábrió, eljöttek a Teslák, és természetesen drift sem maradhatott ki ebből. Mert a sportkocsik nagyon-nagyon gyorsan tudnak menni, és nagyon-nagyon szeretnek is gyorsan menni. Így aztán életük a száguldozás. De a száguldozás nagyon-nagyon veszélyes, könnyen baj lehet belőle. Tudták ezt a rendőrök is, ezért szóltak a sportkocsiknak. Sportautók, ne száguldozzatok, mert a száguldozásból könnyen baleset lehet, és abból nagyon nagy baj lesz. Légy szíves, tartsátok be a kreszt, és ne menjetek a megengedett sebességnél gyorsabban. Igen ám, de a sportautókat ez egy cseppet sem érdekelte. Már is indult az őrült száguldozás. A sportkocsik folyamatosan száguldoztak keresztül a játékautók városán. Szegény kukás autó jött, szedte össze a kukákból a szemetet. De a sportkocsik körülötte is elszáguldottak.
Ó ne, majdnem elsodorja! Szegény kukás autó épp hogy megúszta. Ebből biztos nagy baj lesz. Mindeközben megérkezett a kis sárga pikáp, aki éppen köveket szállított. Teljesen gyanútlanul jött, szegény nem is sejtette, hogy pont arra megy, amerre a száguldó sportkocsik is. Szétnézett, nem látott semmit, gondolta, nyugodtan kihajthat. Ó ne, amikor elindult, még semmit nem látott, most azonban jönnek a sportkocsik, ebből baj lesz. És tessék, már meg is történt a baleset. Lelökték szegény pikapot az útról, a száguldó sportkocsik. A rendőrök pedig azonnal a helyszínre siettek. Ez így nem mehet tovább. Itt valami megoldás kell. A száguldó autókat meg kell büntetni. Ahhoz, hogy a száguldó autókat pedig megbüntessük, kell egy trafipax. Azonnal hívjunk egyet. A rendőrök már nagyon várták, hogy végre megérkezzen a központból a játékautók városába egy trafipaxos autó, és nem is kellett sokat várni. Wow! Hiszen ez egy igazi trafipaxos autó. Ez nagyon szuper! Van itt a tetején egy gomb. Vajon mit csinál? Nyomjuk meg! Szirénázik! Többféleképpen! De egy trafipaxos autó sincs trafipax nélkül. Ami persze el van rejtve benne. Nézzük meg, hogy hova. Ha megnyomom ezt az ajtót, kiugrik, és ha elhúzom, aszta, előjön a trafipax. Ez nagyon szuper. A trafipax kétféleképpen működik. Itt egy kamera és egy sebességmérő. Mozgásra azonnal bekapcsol, egy fényképet készít, és rögtön meg tudja mondani, hogy mennyivel is ment az autó, amit lefényképezett. Így már el tudjuk kapni a szupergyors kocsikat. Vessük be a trafipaxot! Indulás! A trafipaxos autó beáll a helyére. Nyílik a trafipax. Készen áll. Most már csak a sportkocsikat várjuk. Aszta, láttad? Ez 120-szal ment. A városban, ahol csak 50-nel lehetne menni. Azt a mindenit! 210 km per óra! Ez félelmetesen gyors! Ő 110-zel ment! Egy sportkocsihoz képest ez nem sok! Hű! 250 km per óra! Ilyen gyors autót még életemben nem láttam! Wow, 160 km per óra! Így már a rendőrautók meg tudták büntetni a száguldó sportkocsikat, és megértették velük, hogy soha többé nem csinálnak ilyet. Azonban a rendőröknek is van szívük.
Száguldó sportkocsik. Ha megígéritek, hogy soha többé nem száguldoztok a közúton, akkor elhozzuk nektek a világ legeslegnagyobb autós csúszdáját, amin gond nélkül leszáguldhattok. Hiszen, hogyha az ember a versenypályán próbálja ki a kocsiját, abból nem lesz baj, mert ott nincsenek vétlen közlekedők, akiket könnyen el tudtok ütni. Gyerünk, hozassuk ide minél gyorsabban az óriás csúszdát! A rendőrök pedig betartották a szavukat, ugyanis elhozták a világ legnagyobb óriás csúszdáját, ami csak létezik, és ami csak egy hatalmas tagyállványon fér el. Ezen már gond nélkül le lehet majd csúszni. A rendőrök pedig a csúszda alján figyelnek, hogy nehogy baj legyen a leérkező autókkal. Induljon a száguldás! A játékautók pedig folyamatosan csúszkáltak az óriási csúszdán egészen addig, amíg rájuk nem esteledett. Hatalmasokat bukfenceztek és nagyon jól érezték magukat. Remélem tetszett ez a mese, legközelebb más játékokat is kipróbálunk majd. Játékautók. Szia! A játékautók városában csend, béke és nyugalom honolt. A traktor szántott a szántóföldön. Hű, jó sok dolga lesz, jó nagy ez a szántóföld. A busz pedig éppen a buszmegállóban várta, hogy felvegye az utasokat. Amikor egyszer csak a játékautók városában mindenki száguldozó autókra lett figyelmes. A játékautók városában mindenki tudta, hogy ebből megint baj lesz. Száguldozó, rossz kis autók szállták meg a várost. Ilyen volt a sárga, citromsárga, ilyen volt a narancssárga. Megjött a játékautók városába a fekete, és mellé megérkezett egy kék is.
Az a különbség a jó versenyautók és a rossz versenyautók között, hogy a jó versenyautók csak a versenypályán mennek, ahol nem lehet baj, hiszen a versenypályákat erre találták ki. Ellenben a rossz kis versenyautók pedig onnan felismerhetőek, hogy ők aztán mindenhol száguldoznak, veszélyeztetve ezzel mindenkit a játékautók városában. A rossz kis versenyautók farolgattak! És természetesen száguldoztak. A rendőrök tudták, hogy el kell kapni őket, azonban egy kicsit patthelyzetbe voltak. Rendőrautók, figyelem! Nem üldözhetjük őket, mert minél jobban üldözzük, annál gyorsabban fognak menni, és minél gyorsabban mennek, annál nagyobb az esélye, hogy valami baleset történik. Megvárjuk, amíg kifogy a benzinük, és hogyha bemennek a benzinkútra, majd ott elkapjuk őket. Addig senki ne csináljon semmit. Nagyon sok esze volt a rendőröknek. Tudták, hogy ha gyorsan kezdik el üldözni, akkor a kis autók is még jobban rákapcsolnak, és minden jobban rákapcsolnak a rosszaság kis versenyautók. Annál nagyobban kialakulhat a baj, ami senkinek nem hiányzik. Szóval egyszer csak ki fog fogyni a benzinük, és akkor a rendőr ott lesz majd a benzinkúton, és ott várja őket. A rendőrök így is tettek. Lesben álltak a benzinkúton. A rossz kis versenyautók pedig folytatták tovább a száguldozást, és folytatták tovább a farolást. Amire azonban még a rendőrök sem számítottak, hogy ezek a kis autók annyira, de annyira rosszak, hogy fogják magukat, és hogy érkeznek meg a benzinkútra, mint az őrült, borzasztó nagy sebességgel. Ó ne! Az autók belecsapódnak egyenesen a benzinkútba. Óriási nagy a baj, hatalmas tömeg karambol van. Az igen, a fekete autóból szinte semmi nem maradt. A kék autónak. Te is látod, leesett az ajtaja. A sárga autó alkatrészei szanaszét hevernek mindenfele. Maga az autó pedig elrepült nagyon-nagyon-nagyon messzire. Most valamit tennünk kell, ez így nem maradhat. Legjobban szegény, sárga autó úszta meg, a citromsárga. De még ő is egy kicsit összetört. Valamit azonnal ki kell találni. A száguldozó rossz kis versenyautók most nagyon-nagyon rosszul érzik magukat, mert ők sem gondolták volna, hogy az utcai száguldozásból ilyen nagy autótörés lesz. Hatalmas a kár, mindegyikről lerepültek az alkatrészek. Biztos nagyon fájhat is nekik egy ekkora nagy ütődés. Azonban a rendőrök mindig ki tudnak valamit találni. Figyelem! Először is hívunk egy targoncát. A targonca majd összeszedi az alkatrészeket, azokat belerakjuk egy teherautóba, mindenkit beviszünk az autószerelő műhelybe, összeépítjük, utána pedig jöhet majd a büntetés. Hogy mi lesz a büntetésük, azt még kitaláljuk. Most azonban sietni kell, munkára! A rendőrök ide kísérték a targoncát. A targoncát pedig követte a teherautó. Mindenki itt van! Munkára! A targonca egyesével összeszedi az autók elemeit. A teherautó lenyitja a hátulját. A targonca pedig beletesz mindent.
Minden bent van. Becsukjuk. És indulhat a teherautó az autószerelőműhelybe. Már csak azt kell kitalálni, hogy a sárga autót, illetve a kék autót meg tudja emelni a targonca. Próbáljuk ki. Nem könnyű, elég nehezen bírja el, de elbírja. Úgyhogy egyesével el fogja vinni őket az autószerelő műhelybe. Az autószerelő műhelyben már nagyon várták a rosszaság kis autókat. Megjött a kék. Megjött a narancssárga, de a narancssárgán alig látszik, hogy narancssárga, hiszen minden elem lerepült róla. A citromsárga járt a legjobban. Ő szinte sérülés nélkül megúszta. Szegény fekete autó, róla is lejött minden elem. Befutott a teherautó is. Ezzel nagyon-nagyon-nagyon sok munka lesz. Ne is várjunk tovább, kezdjünk neki! Kezdjük mondjuk a kék autóval. Mert a kék autónak csak az egyik ajtaja esett le. De mivel baleset történt, ezért meg kell néznünk, hogy a többi alkatrésze hogy áll, nehogy baj legyen. Az autó, ajtó a helyén. Ó, úgy látom, a motorháztetőnek is épp, hogy már csak valami pici tartotta, rögtön le is jött. Ezt is vissza kell tennünk a helyére. Megvan. Ha pedig ő kék autó, akkor kék ajtó is jár hozzá. Föltesszük. Szuper! Kész is van a kék autó. Még nem örülhet annyira, mert biztos, hogy lesz büntetés. A következő autó annyira, de annyira összetört, hogy a színét csak abból tudjuk megmondani, hogy az első lökhárító itt maradt, és ez narancssárga, tehát akkor ez az autó is narancssárga. Tegyük föl a helyére először a motorháztetőt. Meg is van! Kezd autókinézete lenni! De tudod mit? Ha már összetört a sárga autó is, összetört a fekete autó is, akkor játszunk egy kicsit. Miért ne lehetne a sárga autónak fekete teteje? Ha-ha, egész jól néz ki, nem? Az a kérdés, hogy fekete ajtót tegyünk hozzá, vagy sárga ajtót. Mielőtt azonban ezt föltennénk, és amíg ezen gondolkodunk, tegyük rá a lökhárítót. Nézd, nem megy a helyére. Csak akkor tudjuk föltenni a lökhárítót, ha előtte újra levesszük a tetejét. Szóval lesz egy autónk, aminek sárga a lökhárítója. Sárga a motorházteteje. Fekete a teteje. Fordítva akarom rátenni, akkor erre menne. Fordítsuk meg. Ez az. Óvatosan a helyre illesztettük. Hú, jól néz ki egy narancssárga autónak a fekete tető. Tegyünk rá...
mondjuk sárga ajtókat. Mit szólsz hozzá? Nagyon dögös lett. Bár aki a városban itt száguldozik, nem érdemli meg, hogy dögösen nézzen ki. De minden esetre, klassz, sokat dobott az autónkon. Kész van az narancssárga autó is. De ő se örüljön, mert neki is lesz büntetés. A citromsárga autó egész jól megúszta, valószínűleg ő nem ment olyan gyorsan és nem tört szét. Úgyhogy körbenézzük. És mivel minden alkatrésze a helyén van, ő is jöhet ide. Ennek az autónak onnan tudjuk a színét, hogy látjuk, hogy itt fekete, tehát ez tutira fekete autó volt. Tegyük fel először a hátsó lökhárítóját. Ha ez megvan, megmaradt a másik autóról a sárga tető, úgyhogy ez sárga tetőt kap. És fekete motorháztetőt. Így sem néz ki rosszul ajtó nélkül, de ez így veszélyes. Tegyünk rá ajtót. Ez az ajtó a másik oldalra jön. Letöd? Már az ajtó is a helyén. Még egy ajtó hiányzik. Nagyon jól néz ki egy fekete autó, narancssárga tetővel. Ez klassz. Mindegyik kis autót összeraktuk. Hogy mi lesz velük? Az pedig majd a rendőrség eldönti. Rosszak voltatok ám, mert száguldoztatok ott, ahol nem kellett volna. Azonban az a nagy szerencsétek, hogy más autó nem sérült meg, és a benzinkútnak sem lett baja. De ebből sokkal, sokkal, de sokkal nagyobb baj is lehetett volna. Viszont nagyon rendesek voltak itt az autószerelőknél, mert szépen összeraktak titeket, és most újra nagyon jól néztek ki. Ha megígéritek, hogy soha többé nem száguldoztok, akkor az lesz a büntetésetek, hogy az autószerelő műhelyben kell dolgoznotok, méghozzá egy egész hónapon keresztül. Menni fog? Az a helyzet, hogy a kis autóknak ez nem is annyira büntetés, hiszen egy autószerelő műhelyben dolgozni nagyon-nagyon klassz. Viszont a rendőrök is tudták ezt, na meg azt is tudták, hogy ha a kis autók egész nap dolgoznak az autószerelő műhelyben, abban nagyon, de nagyon-nagyon el fognak fáradni. És aki elfárad, azután már nem fog tudni száguldozni, nem lesz hozzá ereje. Így aztán biztosak lehetünk benne, hogy a kis versenyautók innentől csak a pályán száguldoznak, hiszen megtanulták a leckét. És most már munkájuk is van, nem fognak unatkozni. Szuper! Remélem tetszett a mese, legközelebb más játékokat is kipróbálunk majd. Iratkozz fel a Játékautók csatornára, és nézd meg a többi mesét is!